hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zaglóba vagyok. Ez pedig itt nem más, mint a Total War Saga Trója. Odysseus nem végigjátszás, hanem nem tudom, emlékeztek el, hogy volt ebből egy rövidebb stream. Hard nehézségem indítottam Odysseus-szal, ahol csúfos fiaskókba szaladtunk bele, ami a csatákat illeti, mivel abszolút nem ismertem se az egységeit Odysseusnak, se a beállításokat, vagy hát úgymond a balanszot, amire én nem nagyon szoktam adni, mert meg szoktam tartani ezt a kőpapírolló metódust, de végül is itt ugye egy kicsit más a helyzet, mert a gyalogság eleve három részre van osztva, és Odysseus elég furcsa gyalogos egységekkel rendelkezik, ugyanis többségben van nála ez a pajzsos, kardos, inkább könnyű gyalogságként funkcionáló, ilyen rajtaütőszerű egységek, amikkel igazából védelmi pozíciókban nagyon nagy veszteségek árán lehet csak győzelmet aratni. Viszont elég jól működik a játékban most az autócsaták rendszere, aminek köszönhetően, és az okos taktika vagy a stratégiai lépéseknek köszönhetően meg lehet nyerni még túlerő ellen is a csatákat, de tényleg csak akkor, hogyha van egy kis szerencsénk, illetve jó helyre jó seregeket mozgatunk, de hát ez alapvető egy ilyen játékban. Ami továbbra is szerintem fura, az AI-nak a csatákban mutatott, nem is tudom, hogy minek nevezzem, a kampány térképen viszonylag jól lépked az enemy. Most jelenleg ott tartok, hogy sikerült bevennem ezt a két várost, ami egy ellenséges frakció birtokában volt. Ezzel a várossal ugye teljesítettem ezt a Cephilénia, vagy nem tudom, hát Ithacához tartozó szigetcsoportot tulajdonképpen, úgyhogy ez a hármas sziget ez a birtokunkban van. Illetve sikerült megvetnünk a lábunkat, nem tudom pontosan, hogy én ezt a római korból kiindul, folyamatosan Hellásznak fogom nevezni. Az akhályokat görögöknek, a trójaiakat trójaiaknak, szóval nálam ilyen összemosódások biztos, hogy lesznek. Vannak érdekes skillek, képességek minden tekintetben, ami az ügynököket, illetve a hősöket illeti. A hősök alkalmazása, illetve kezelése számomra továbbra is egy Dajka mesébe illő mutatvány a célja részéről. Abszolút nem így oldottam volna meg. Most majd kérdezhetitek, hogy hogy oldottam volna meg. Lehet, hogy fogok csinálni egy videót, amiben megpróbálom elmagyarázni, hogy szerintem kicsit a Three Kingdomshoz visszanyúlva kellett volna a hősöket itt kezelni, vagy legalábbis a játék részéről nem kellett volna feltétlenül ehhez a scriptelési rendszerhez ragaszkodni. Tehát nem a kampányon belül kellett volna szerintem ezt a homéroszi vonalat követni, az epikus missziók, illetve a sima, ugye a megszokott Total War missziók keretén, vagy hát leképeződésével, hanem szerintem a Three Kingdoms féle ugye romantik, illetve a rendes, úgymond realisztik mód váltásával kellett volna megoldani, mert a hősök számomra teljesen irrelevánsak a csatában. Nem is figyelem, hogy Odysseus mit csinál, össze-vissza nyomkodom, leverem az összes egységét, és a megmaradó ellenséges hős meg amúgy se tud már mit kezdeni egymagába. Tehát innentől kezdve csak az olyan hősök számítanak a csatákban, ahogy elnéztem, akik, tehát sokkal többet ér egy közelharci hős. Ugye Odysseus tulajdonképpen egy távolsági fegyverre rendelkező hős. Na most az, hogy itt, és az se számít egyébként, hogy milyen fegyvert adtok neki. Tehát nem, abszolút nem számít. Lehet, hogy ez most hiba volt, hogy ezt megléptem. Tehát abszolút nem számít, akkor is közelharci marad, hogyha lándzsa van, vagy javelin, gerely van nála. A képességei számítanak, mert
folyamatosan azok befolyásolják. Például ez az Artemis keze, ez az, ami, meg az Artemis útja, ez az, ami ugye leginkább számít Odysseusnál, ugye a távolsági harcot módosító képzettségek, meg jártasságok. Szóval vannak furcsaságok, ez a nyersanyag menedzsment, ez megmondom őszintén nektek, hogy ez jó is, meg rossz is. Tehát ez a abszolút semleges, mert annyiféle játékban láttuk már ezt a fajta megoldást, hogy ez tulajdonképpen én nem nevezném újításnak. Ha a stratégiai játékok világát nézzük, az, hogy a Total War-ban ez most az első olyan, hogy konkrét nyersanyagok, mint nem is tudom, mint erőforrások jelennek meg, de pontosan tudjátok, hogy már a Rome 2-ben is meg a Shogun 2-ben is bejöttek azok az épületek, illetve területek, ahol egy bizonyos nyersanyag megléte garantálta egy bizonyos épületnek a felhúzhatóságát, vagyis hát tehát elérhetőségét, magyarul megmondva. Itt ugyanezt látjuk. Tehát ugyanúgy megvannak azok a települések, amik rá vannak specializálódva az adott nyersanyag kitermelésére. És tulajdonképpen ezeket kell nagyon jól elosztani egy tartományon belül, hogyha mondjuk egy ilyen elszigetelt frakcióval, mint Odysseus kezdtek, akkor is simán hozható legyen a majdnem azt mondom, hogy a két sereg fenntartására elég nyersanyag, plusz ugye majd a királyi dekrétumok fognak segíteni ezen nyersanyagok elérés, illetve folyamatosan lehet kunyerálni, folyamatosan lehet sarcolni ellenséges területeket. Na most nekem itt még van egy ellenséges területem, a következő videóban ennek az elfoglalását fogjuk megnézni, hogy ez hogy, miképp fogom elérni. Nem szoktam esküdözni, de egy dolgot szeretnék leszögezni, hogy a 29. körben hagytam abba a játékot a streamben, akkor láttátok, hogy nem is, bocsánat. Ugye ott visszafoglaltuk ezt a két területet. És ugye próbáltam utána ezt a területet elfoglalni, tehát a 29. körben ezek a területek még nem voltak az enyémek, és nézzétek meg, hogy a 40. körre már megvetettük a lábunkat a görög szárazföldön. Úgyhogy tulajdonképpen maga a játékmechanizmusok, illetve azok a stratégiai, illetve taktikai elgondolások, amik az előző Total War-okat jellemezték, abszolút nem változtak. Annyi, hogy meg kell szokni az egységek tagolódását, illetve minden hősnek meg kell szokni az egységtípusait, hogy melyekre van jobban ráállva ez egy frakció, tehát vagy ez egy különálló hős. Mert Odysseusnál tisztán érezhető az, hogy leginkább ilyen kalóz, sarcoló, osztogatóként működik. Ezt nem tudom egyébként, hogy a CIA hogy gondolta el magán a homéroszi, vagy hát ezen a mitológikus világon belül, mert Odysseus azért az, hogy hajózott, meg minden szigeten partra szállt, az nem azt jelenti, hogy neki úgy kéne működni, mint egy ilyen kalóz vezér, vagy egy ilyen teljesen hajós frakciónak. Hát ugye, mint közben kiderült, hogy a hajócsaták továbbra sincsenek a játékban, hanem minden hajócsata egy közeli szárazföldön játszódik le. Én erre, vagy ehhez nem fűznék hozzá semmit. Ezt mindenki döntse el maga, hogy ez jó-e vagy nem. Én továbbra is azt tartom, hogy a Rome 2 óta a CIA nem tud hajócsatákat csinálni. Ezért inkább letett róla. És megmondom, hogy ebből a szempontból szerintem ez volt a CIA szempontjából a legjobb döntés. Tehát, hogyha valami nem megy, akkor azt hagyjuk abba. Tehát a Shogun 2-ben, ami még működött, ott a harceljárások meg a hajók típusai miatt, az még úgy hihető volt az a hajócsata, és a Fall of the Samurai-ban ugye kiteljesedett a hajócsata, amit a CIA valaha legjobb hajócsatáit, amit le tudott tenni az asztalra. Ez egy csúnya szó, vagy egy csúnya szófordulat, én se szeretem ezt a letenni az asztalra a dumát, de higgyétek el, hogy a Fall of the Samurai hajócsatáinál jobbat én még nem láttam a Total War-ok történetében. Az Empire Napoleonra nem térnék ki, azokhoz az angol
haditengerészeti múzeum, meg minden forrása meg elérhető volt. Szerintem ott rengeteg szakértő is dolgozott a csatákon, és az egyik abban a korszakban játszódó játékok között az egyik legjobb a Napóleon, illetve az Empire hajó csatái. Persze biztos, hogy vannak náluk jobbak a játékpiacon, gondolok itt mondjuk az Age of Sail-re, vagy valami Naval Action, vagy hasonló, nem tudom, ezeket annyira nem ismerem ezeket a játékokat, de az Age of Sail hajó csatái azok megütik az Empire és a Napóleon szintjét. A Shogun 2, mondom, a Shogun 2 alap hajócsatái, illetve a Fall of the Samurai hajócsatái szerintem azóta se sikerült überelni hangulatában. Tehát ott is azért voltak furcsaságok, meg ez, meg az, de azért hangulatában még mindig az volt az etalon. Szóval, vannak olyan érdekes képességek, hogy például a kémmel gyógyíthatjuk a hőst, ha jól vettem ki, meg vannak mindenféle ötletes képességei. Ez a Safe Haven, ez az egyik legérdekesebb képesség, ami létezik. Ja, itt van, igen. Ez nem is a hős lehet gyógyítani, hanem magát a garrisont, tehát a saját városunkban fellehető egységeket. Ez egy elég érdekes település, mert itt kapásból van egy ilyen Giants Meeting Place, ami ugye ilyen rabló tanya igazából, mert ezek a giantek ilyen rabló vezérek. Tulajdonképpen ilyen nagy emberek, tehát ilyen hegynyi emberek. Biztos tudjátok, hogy minden ilyen mitológiai világban vannak ilyen, meg ha néztek ilyen régebbi filmeket, csak ami Rómában játszódik, ott is általában az ilyen, akiket ilyen kicsit ilyen mitológiai alaknak a képességeivel ruháznak fel, azok az ilyen hegynyi nagy darab baszó trabális emberek, akik ugye ilyen 2 méter 10-nél kezdődnek, hatalmas kidolgozott izomzattal, meg úgymond nulla intelligenciával, tehát nagyon kevés az olyan... Én nagyon kevés olyan mitológiai meg fantasy világot ismerek, ahol ezek a nagy darab emberek úgymond intelligenseknek lennének ábrázolva. Vannak ilyenek is, de ugye még mindig él valahogy ez a minél nagy darab valaki, meg minél nagyobb izomzattal rendelkezik, hogy annál hülyébb. Hát most nem akarok belemenni párhuzamot vonva a modern világ és a régi világ között, mert általában azért tényleg ugye megvan ez a rétegződés, hogy például a görögöknél azt hiszem, hogyha kis férfiassággal ábrázolták az adott hőst, akkor az jelentette azt, hogy például nagyon intelligens. Tehát ez ilyen jelkép erejű dolgok működtek a görög mitológián belül is, szóval mindennek megvan a miértje ebben a tekintetben, de még egyszer mondom, annyira nem veszélyes ez, amit itt próbált a célja ezzel a különleges egységekkel, nem is tudom, összehozni, vagy így stilizálni ezt az egész világot, vagy ezt a mitológiai kört. Bocsánat, de mostanában nagyon könnyen berekedek. Lehet, hogy abba kéne hagynom a cigarettázást. Na, már eléggé visszaszorítottam a tiszti fejedakba található cigaretta ellátmányt, de még mindig azért közben bevecsúszik egy nehezebb, hosszabb napon, hogy elég sok elmegy, és akkor valószínű ez miatt köhögök egyébként a streamek alatt is, de ez már csak egy ilyen plusz adalék. Majd ezen is túljutok egyszer életem folyamán, és végleg abba hagyom a dohányzást. De most még nem. Na. Szóval, nem akarom hosszúra nyújtani, azért hoztam nektek csak ezt a kis betekintő videót, hogy lássátok, hogy azért haladgatok. Bár nem, tényleg nem sok időm van, meg hogy nem lesznek streamek, ugye hétfő keddig biztos. Úgyhogy valamit azért lássatok a játékból. Hogyha valamit viszont szeretnék megmutatni nektek, egy csatát talán be tudok nektek tölteni, hogyha sikerül lementenem. Ezt a csatát megnézhetjük, és akkor itt talán itt majd látni fogjátok, hogy mire gondolok a csaták kapcsán.
Ez a túlerőben vívott csata, de nézzétek meg, hogy az én egységeim itt még nagyon kezdetlegesek voltak. Ugye, ami emlékeztek az előző streamben, ugyanezek az egységek voltak náluk is, meg nálam is, tehát az enemynél is. Tehát itt tulajdonképpen nálam szinte csak könnyű gyalogság van, míg náluk ezek a nagy pajzsos, rohadt közepes lándzsások jönnek. Nekem meg tele van a seregem ilyen egyetlen ütőképes alakulatom van, ez a Speedrunners. De ez is inkább támadó gyalogságnak számít, mert nincsen pajzsuk, látjátok? Nincsen pajzsuk, itt hozom előre a paritjásaimat, hogy azért előbb tudjanak tüzelni. És az egész seregem ilyen egységekkel van tele. Tehát ez hiába heavy sword skill miselsz, ez akkor is csak egy közepes gyalogságnak felét. Tehát az ilyen lándzsások ellen, ami itt jön, főleg ezzel a 3-as bronz tapasztalattal, semmit nem ér. Semmit. Ez a meta, ez az egység egyébként, ez a Shielded Spearman. Le lehet őket győzni, de nem nagy eresztés. És akkor ilyen egységei vannak Odysseusnak az elején. Szinte nulla vértezettel ellátott azt hiszem két darab vagy három darab dobó fegyverrel vagy hajító fegyverrel ellátott ilyen kardos előcsatározók, akik tulajdonképpen még ezek ellen, a bunkósok ellen se érnek sokat. Majd meg fogjátok látni. Egyébként ebben a csatában tulajdonképpen a túlerőre építkezve én átkarolást próbáltam meg végrehajtani, úgyhogy három egységet küldtem erre az egyetlen Club Warriors-ra, és nézzétek meg, hogy mi történik majd. Na tehát ezek azok a nagy darabok, akikről beszéltem, a Giant-ek, tehát ők az óriások. Kőbunkó, a bronzkor, vaskor váltakozásánál ilyen kőbunkós egységeket berakni azért, hát mindegy, jó, ezt még betudtam a mitológiának. Egy kicsit leveszem a hangot, hogy halljátok, amit mondok, mert nem biztos, hogy halljátok szerintem. Ha eddig nem hallottátok, amit mondtam, akkor elnézést, akkor majd felveszem újra a videót. Jó. Hát nézzétek meg majd, hogy mi történik. Tehát náluk ezek a sima spearmenek is erősebbek, mint nekem bármelyik egységem. És ez volt az alapfelállás Odysseus-szal, tehát ezért nehéz Odysseus az elején. Mert sokkal effektívebbek az ellenségek, a körülöttünk álló ellenségek csapatai sokkal hatásosabbak, mint a miénk. Tehát ezekkel a hatalmas nagy darab pajzsaikkal, ezzel ugye megvan a hatalmas védelmi érték fölényben vannak. Ráadásul közel a harci hősük van, majd nézzétek meg, hogy az itt mit lerendez. Ez az oroszlán fejes fickó. Nekem itt Odysseus elhéderezik, nem is csinál semmit igazából. Pedig azt hiszem, hogy itt már kiadtam neki a parancsot. Hát a csata hosszát azt látjátok, hogy igazából a két 20-as sereg csatája sem tart tovább 10 percnél. Főleg, hogyha az enemy támad, vagy hát az AI támad, akkor végképp a 10 percnél hosszabb csata nincs. Csak akkor nem értem az időlimiteket, hogy... akkor fölösleges állítgatni időlimiteket, mert az AI úgyse ismer más taktikát a csatában, csak az, hogy támadás. Mondom még egyszer, a stratégiai lépései azok azért ott vannak, tehát tud jókat lépni, ugyanúgy tud ordas nagy fasságokat is lépni, most a kampány térképről beszélek. De itt a csatában, itt tulajdonképpen ha támad, akkor minimális taktikai arzenállal rendelkezik. Itt elkövettem azt a hibát, hogy itt hagytam ezt a maradék 50 fős egységet, és így hátba tudott támadni. Itt már kezdtem azt hinni, hogy megnyerem a csatát, holott még itt egy majdnem teljes értékű, de azért eléggé
harcképes alakulat szabadon manőverezik. Itt szerencsére megdobáltam egy-két gerelyjel. Ami nagy szerencsém volt, az továbbra is az, hogy a paritjásaim azok jól fejtették ki a hatásukat a csatára, tehát végig ütőképesek tudtak maradni. És itt láthatjátok, hogy maradt 38 ember, de ők levágtak a mieinkből legalább 200-at. Tehát én tudjátok nagyon jól, hogy én nem vagyok egy statisztika huszár semmelyik játékban. Tehát én hogyha most akarok példát mondani, akkor én a Tarkovba sem néztem soha, hogy egy adott fegyver konkrétan most egy vagy kettővel több recoil-lal rendelkezik. Ugyanígy itt sem nézem. Tehát mert ugye van egy alap felállás, amit elvileg minden harcászati, hadászati játéknak követnie kell. Na most az, hogy kicsit mitologizált ez a tud, az igazából ebbe a képbe nem zavar bele. Itt annyi a lényeg, hogy ugye mindig az adott fegyver ellen, meg az adott védő fegyverzet ellen, mindig a leghatékonyabb fegyverzetet próbáljuk használni. Ez soha nem változott meg a világon, akármilyen mitológiai dolgokat próbálunk belekeverni. Itt Odysseus nem is foglalkozik a csatával, egy menekülő egységet lövöldöz. Valahol itt aztán észrevettem, hogy Odysseus tulajdonképpen olyan, mintha akár itt a tengeren is állhatna egy hajóban. Néha lő egyet, és tulajdonképpen, mivel csak rávonatkozó képességei vannak, ezért a csatában nem is vettem a hasznát. És nézzétek meg, hogy amiről beszéltem az előbb. Itt, mikor majd minden ellenséges egység a paritják tüzétől, vagy hát lövedékeitől veretve megfut, akkor tulajdonképpen ez a majdnem teljes HP-n lévő hős, ez eldobja a kanalat, tehát ennyi. És akkor itt vannak ezek az óriások. És még egyszer mondom, nagyon jól, ja, ott, látom azért valamelyik bronzfejű buzogánya van, akkor visszaszívom, amit mondtam. Akkor csak a kőbunkókat cseréltem volna le esetleg egy ilyen részfejű bárdra, vagy valami ilyesmire. És látjátok, mindjárt megfut mindenki, itt még a vezérnek a képessége tartotta azt az egységet, de tulajdonképpen itt már semmi nem tart. És szerencsére az átkarolás is sikerült. Itt nem is tudom, itt mi történik, azt nem tudom megmondani. Úgy látszik, hogy bugba futottunk. Hát elnézést kérek, mert a játék maga nem állt meg, csak a csata. Na, legalább láttatok egy ilyet is. Hogy ilyen bugok vannak még a játékban. Szóval, igazából ennyi. És egy close defeatre adta ki. Ezt ne higgyétek el, ez egy bug. Tehát ez megnyert csata volt. Itt a kilépés miatt adta ki close defeatre. Na, szóval milyen bugok, meg hasonlók még vannak a játékban. Én továbbra is azt mondom, hogy Odysseus-szal hardon van kihívás benne. Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy 50 eurót, vagy 50 dollárt, vagy akár mennyit kérnek érte, ez a játék nem ér. Akkor sem ér annyit, hogyha teljesen hogyha mondjuk tesznek bele kampány térkép editort. De úgyse fognak tenni. Mert annyi eszük sincsen a céljánál, hogy pénzért megvásárolható kampány térkép editort adjanak ki a játékhoz, legalább fejlesztői szint, vagy modder szinten. Tehát akkor csinálják azt a céljánál, hogy a kampány térkép editorért kérjenek 1000 eurót. És tudja, hogy össze fog gyűlni 1000 euró egy modder csapatnál, aki konkrétan akar moddolni egy Total War játékot. Szerintetek összegyűlne 1000 euró? Szerintem még 10 000 is összegyűlne. És akkor lehetne dedikált modokat készíteni a célja égisze alatt pénzért. És akkor mondhatná a célja, hogy jó van, gyerekek, modoljatok, baszki, de ne haragudjatok meg, akkor kérjek érte pénzt. De ugye nem meri meglépni, mert lehet, hogy a mai világban ez úgy csapódna le, hogy hát hogyan kérhetsz a moddolásért, vagy a kampány szerkesztőért pénzt?
Mert ugye, tulajdonképpen ugye nem a moddolásért kérne pénzt, hanem azért egy elég ütős tartalomért, ami hosszú távon kitolhatná a játék élettartamát, és akkor ugye mindjárt bevételt is generálna, mert ez az 50 euróért nem fogják sokan megvenni, főleg így, hogy mit tudom én, 7 millióan behúzták ingyen. De ez az ingyenesség miatt van ott a játék, hogy nem ér annyit. Mind amennyi utólag meg beárazásra került. Tehát a Three Kingdom 60 euró. Tehát akkor hogyan érhetne 50 eurót ez a saga? 8 játszható, vagy hát igazából két kultúrával is 8 játszható hőssel. Amikor a Three Kingdom 60 euró, és az már multival jött, meg csomó tartományjal, meg egy hatalmas térképpel, meg rengeteg újdonsággal ott is, meg ugyanolyan szar AI-val, de már választani lehetett ugye a kampányban. Egész más volt ott is a dipló, lehetett ügyeskedni, minden ez az. És nem szálltak el a DLC-kkel, bár itt is ahogy elnézegettem, a DLC-kkel itt sem nagyon fognak elszállni, mert lesz free content, lesz, meg ugye nem is tudnak, ebben a világban nem tudnak DLC-ket belezsúfolni, csak gondoljatok bele. Tehát a Britanniához se jött nagyon DLC, talán egy vagy kettő. Talán a vérpak jött egyedül, nem? Szóval, ugye ez a szagáknak ez a hátránya, hogy ez azért csinálnak egy tartalom nélküli játékot, vagy úgy tartalom, hogy egy csökkentett tartalmi játékot, de ez stratégiai, tehát én ezt üzletpolitikailag nem látom át ennek a játéknak a létjogosultságát. Ezt őszintén megmondom, ennek a Trójának pláne nem. Tehát ekkora... Nem tudom, hogy az Epicnek mekkora biznisz lehetett ez, vagy a Szegának, vagy a CA-nak, mert hogy ugye itt egy fix megállapodás után kifizették a Szegát, meg a CA-t, azt mondták, hogy kell nekünk ez a játék, ezt az Epic mondta, és teszem azt, 50 millió dollár. Mert ugye, akik látták a Facebook csoportban, ott számolgattuk, hogy mi, mennyi, hogyan. Na jó van, nem akar, mindenki gondolkodjon el most ezeken a felvetéseken, lehet, hogy egy kicsit én... Hülyén gondolom ezt az egészet, meg hogy nem kéne ennyire beleszállni, mert ez mégiscsak egy játék, meg minden. De ebben most csak azért mentem bele, mert a széria megérdemli, hogy beszéljünk arról, ahova tart. Vagy hogy milyen leképeződések, vagy milyen... Na, hogy mondjam? Tehát, hogy milyen dolgok befolyásolják a széria életét az elmúlt 10 évben. Vagy befolyásolták, és befolyásolják ma is. Szóval gondolkodjon mindenki el azon, és nyugodtan írjátok le az ellenvény. Úgyis tudjátok, hogy én, hogyha előbb-utóbb elvesztem a türelmem a vitákban, akkor majd nem fogok írni többet. Jó, de meghallgatok szívesen bárkit, hogy mi a véleménye erről a dologról. Jó, nem sokára megpróbálok jönni akkor egy következő Ödi bácsis videóval. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!